Harmadik fejezet, melyben apa és anya első napjáról megtudunk egyet mást. Kis és Kőröshegyi Vajkai Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros, és felesége született Kecsfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé liheget, és a szemhatár alján nem sokára füstös, fekete ponttá zsugorodott. Maguk elé meredtek, azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség élt. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem bírtak elmenni. Aki elutazik, az tova tűnik, az megsemmisül. Az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszarévet képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsírta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig, legfőleg egy napra, egyszer, amikor elutazott ceglédre, vagy fél napra, a tarligeti kirándasok alkalmával, s akkor is alig várták, milyen nehéz volt elképzelni, hogy most nem jön haza velük. Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Leorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan, mint egy váratlan, gyorsan behantó sírdombot. Mégis érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett köröttük a csöndben, mert a vonat hagyott maga után. Vékonyka vasúti tiszt közeledett piros szallaggal, szárnyos kerékkel a karján, ki a vonat induláson a sínek között állott, és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment arca sápat volt, de szűk homlokán, a sapke ellenző alatt éretten virítottak a megy szín nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha. a levegőt, mert állandóan nátha gyötörte, s bal a ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie. Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt. Az asszony figyelmeztette urát. Ákos is látta már előbb, csak nem akart szólni. Talakodtak, mit évők legyenek. Elfordították fejüket, nem akartak vele találkozni. Cifra Gézát kilenc év óta ismerték. Annak idején, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban, és vajkaiék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit. Többször meghívták Ozsonnára, néhányszor vacsorára is, Cifra Géza elfogadta meghívásukat, csupa félszegségből, mert ő nem tudott nemet mondani senkinek. Dicsérte az ozonnát, vacsorát, a katolikus nőegyleti bálban pacsirtával táncolta második négyest, a tarligetti tavon nagyobb társasággal csónakázni vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De szám minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük. Más társaságba került. Pár díjnokkal, obskrós hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világok közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennél fogva szégyelte barátait, mint feleségét az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek vagy másiknak lakásán, és itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit, főkép egymást. Annyira irigykedtek egy borostyán szopókáért, egy új ezüst cigarettatárcáért, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségetet szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen, még mindig a barátság keretén belül, és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, két a nyakát. Cifra Géza nem volt ennyire irígy, ennyire rossz lelkű, és ezért olykor undorodott is tőlük. De mégsem tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és a gonoszság tartott össze, a szenvedély erős kapcsával sivár műveletlensége kötötte, és szerette hülye diáktréfáikat, disznó vicceiket. Lassanként el is hidegedett a közte meg a vajkajék között való barátság. Csak épp köszöntötték egymást, pár szót váltottak, mikor így alkalomszerűen találkoztak. Pacsirta nem emlegette cifragézát, hiszen sokan voltak ilyenek, Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el. Neki, épp ő neki, nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája? Mi volt a bűne? Semmi, bizonyára semmi. Soha egy újjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást nem tett semmire, akár csak a többi férfi. Mindössze annyi történt, hogy kilenc évvel ezelőtt, ismertségük első évében, egy március estén illedelemből hozzá csatlakozott a magyar király előtt, és a jó időről, meg a rossz időről beszélgetve a balos kávéházi kísérte és pacsírta, a szülei boldog meglepetésére pár perc késedelemmel érkezett haza a vacsorához, mely rendszerén nyolcra a tájban szoktak elkölteni. Vajkajék ezt nem tudták elfelejteni. Évek múlva is. Erre a titokzatos esti sétára gondoltak, és Szifra Gézát családi legendával övezték, mely egyre nőtt bennük, anélkül, hogy valami is táplálná. Hol lenézték, hol vádolták, hol pipotja fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élfajháznak tartották ezt a vékony dongrájú gyatra, de nem egészen rossz fiatalembert, ki közöttük különben csak az ő volt. Nevét sem ejtették ki kétségtelen az, hogy Vajkajéknak egy időben roppant tetszett. Legmerészebb álmaiban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóra való, megbízható, házias fiatal emberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztonadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kisé izzadnak és elpirulnak, mikor beszélnek. Géza közéjük tartozott. Mindig zavarban volt, Mihály értelmesebb emberekkel került össze, rosszul érezte magát, gyötrem tükrözött az arcán, kín volt ránézni, félt mindentől. Félt attól, hogy korán jön vagy későn megy, félt, hogy megsértik őt, vagy megsért mást, félt, hogy sokat beszél, vagy keveset beszél, attól is félt, hogy sokat teszik vagy keveset eszik, és a vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmaszori kínálásra vet belőle, félre billent fejjel, mentekező mosolyjal. Most sem tudta, mit tegyen. Arról fogalma sem lehetett, mit jelentett ő ennek a két szegény öregembernek. Csak azt érezte, hogy kisé hidegebbek iránta, mint annak előtte, de ezt természetesnek kellett tartania. Oda menjen el hát vagy ne menjen. Legjobban szeretett volna eltűnni, észesen venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, állatlanság lenne, megijedt szándékától, és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett. Oda ment. Ákos, ki mi mindig ott állt a feleségével, csak akkor rezzent össze, míg a Szifra Géza kesszűs kezét sapkája ellenzőjehez emelve üdvözölte őt. – Elutazott? – kérdezte. – El! – szólt az apa reketten. Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig retteget. A. Tulajdonképpen, kezdte a hogy folytatná, ilyen szókkal töltötte ki a társadalmas hézagait, de nem sok eredménnyel. Mosolygott, elkomorodott, meleg hideg borzongatta, nagyokat nyelt. Arra gondolt, most már elég ideig volt itt, vagy ötön arra, hogy kevés ideig volt itt, nem lehet még elmennie. Ádám csutkája leföl mozgott, guggás nyakán. Zavarában megnéz a zseboráját. Kettő negyvenhét, mondta vasutas nyelven. Öt húszkor ott lesz. Apa nem felelt, de anya mosolygod rá, szívesen, marasztalóan, mint egykor régen. Nem késik a vonat? kérdezte tőle. Nem, felelt cifra Géza. Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet, tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte sapkáját civil módra. A két öre kifelé indult. Hosszú délután volt előttük, és minthogy nem tudták, mit csináljanak, hazafelé tartottak. És siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami. Ákos öt éve elhagyta megyét, betegségére való tekintette nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évek olvadtak, észesen vette, 59 éves lett sokkal öregebbnek látszott, legalább hatvanötnek. Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi utcában megvette földszintes házát, megkuporgatott garasaiból, meg abból a roncsból, mely anyai nagyatjáról, Körcsi Gedeonról maradt rá. Egyebe nem volt se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott járkálni hátra tett kézzel, belefáradva semmit tevés unalmába. Várt, hogy felesége és leánya fölkeljen, aztán, hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt, aztán, hogy leszedjék az asztalt. Tett vett nyugtalanul, szemében aggodalmas fényjel. Társaságba évek óta nem járt, nem ívott, nem dohányzott. Gál doktor, házi orvosa, meg a pesti tanár, mikor fönn járt, az érelmeszesedése miatt eltiltották a szesztől is meg, ami jobban fájt, az ő kedves szivarjaitól egyetlen szenvedélye, hogy a múltból megmaradt az volt, hogy bejut az udvara léző kicsiny, mindig nyirkos szobájába, és elővette nagy híván valamelyik kötetét, a magyar nemesi családokról, vagy csergőgéza élvezetes becses művecskéjét egy címerek fejlődéséről is lapozgatta. Értett a heraldikához, a címertanhoz, a diplomatikához, a levéltanhoz, és a fragistikához, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latin nyelvi adományozó leveleket, literé armáles, melyeket valamelyik régi király iratott, és nem akadhatott kezébe oly nyílt cédula, oly perbe hívó, exekucionále, vagy káptalani vallató faszió, erről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni egy szempillantás is látta, hogy sarjazzanak szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyos sas, vagy egy aranygolyó. Élvezte is hivatását minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyitón egy egér rágást, egy mújfúrást, vagy egy zegzugos szújáratot, és közben leszívni mélyen a penész savanykás illatát itt élt, a múltban. És amint mások a jövendő mondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak ő hozzá sokáig messze megyékből előkelő urak, kik múltjukat óhajtották megismerni. Fiatal korában kenyér keresetből üzte a törvényes származás kimutatását, a filiációt, a dekuciót, de később nem tudta abba hagyni, hogy már szükségesen volt rá úgy merült bele egy donáció régiába, mint valami izgalmas sakrejtvénybe, és kerest a nagyszülőket, szépszülőket, díszszülőket. aztán a legérdekesebbet, az őst, a vagyonszerzőt, a Primus asquirens ki leleményével egész nemzedék szerencsét alapította meg, vitézi tetteivel, dicsőséget sugárzott minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillakeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott, nagy tiszteltel beszélt azokról, kik udvarképesek. Ha nem akadt munkája, ismerőseit szedegette elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a geneológiai tabella, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat gyűjtsön, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már sem ő, sem az okmányok nem adtak pontos fölvilágosítást. Így családfája, mert Ákos rajzolni kezdett, abba maradt. Lombosodó ágai elhervadtak, mint a pusztító vihar dúlta volna föl. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai között gúnyos mosoly suhant arcán. Cifra Géza nem is volt nemes ember, csak a közönséges jött ment. Mi minden tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél, a vajkai Ádámokról, Sámuelekről, kik fölvidéki sas fészkeiben laktak, leányokat raboltak a nőkről, a klárákról, katalinokról, erzsébetekről, míg Mária Terézia púderes bájain szerepeltek, vagy felesége családjáról a hatalmas bozsókról, birtokaikról, melyeken a 18. század közepéig főúri gazdaságban éltek egy-egy szóról, mert a régi atyafiak elejtettek valahol századok mélyén, és arról az arany lidiumról is, mely címerük vörös mezőnyében nyiladozott. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéle nem is rendelkeztek, mert nemességüket donációs birtokkal kapták, címerüket is ősi úzusz jogán használták, Dolgozó szobája falán berámáz a a címer, és családfája is, mert évtizedes fárasztó munkával második Endrég vezetett vissza, és tulajdon kezével pingált ki halvány vízfestékkel. Szerény állására, kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császár és királyi kamarasságát, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hű ember, ő csak az elv érdekelte. Az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem. Munkájával ötven éves korában elkészült. Minden vajkai és bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Müngészgetett régi pergamentekben, papírokban, hártyákban, üldögélt, szobály nyikorgó kerevetén, melyet török mintás szőnyeg borított, megfakulva ebben a régiség tári levegőben. Ült itten, és a jövőre gondolt. De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nem sokára meghal. Erről az öreg emberek kíméletlen közönyével, döbbenetes tárgyalagosságával beszélt, ami pacsirtát meg a feleségét is gyakran megrikatta. Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet állított, sötét barna márványból, rávésetve aranybetűkkel. A vajkai család sírboltja. A sírt rendben tartatta, pázsitját öntöztette, négy puszpángot ültetett rá, és olajfestékkel festette be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott. Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendekezett, hogy a tiszta szobában ravatalozzák föl, a folyósot vonják be feketével, de csak két pappal temesség. Testamentumát lepecsételt borítékban íróasztal a alsó fiókjába zárta, és figyelmezte feleségét, hol találja majd meg akkor. A halára való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta. Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egyet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével, így mondta mindig, könyvecske, a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét, és hazajövet még egyszer föllapozta fizetet, nézte, bevezettéke a dítéter. és kezével, melyen kéken puffadtak a kemény, messzes erek, sárga reszkető ujjaival mutatta családjának, hogy minden rendben van. Most, hogy az aszfalton lépkedett nem volt már nála, a fehér csíkos gyapotakaró, meg a kulacs, de úgy ment, mintha a terhet viselne, nagyobbat, mint elébb. és gyámoltalan járt a fal mellett, mint egy oltalmat keresve. Kisdiákok cirkáltak az utcákon, hazatérve a szeptember elsői könyvvásáról. Eladták kigumizott könyveiket, újakat vettek helyettük, és nevet gélve a tanárokról beszélgettek, főkép a két legszigorúbbról. Málvádiról, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges unyogról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák. Fél óráig tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi utcába, melynél már elfogyott az aszfalt, és két oldalt gazzal fölvert, nyílt árok futott. Derék szomszédjuk, Veres Mihály, kűnült ült az utcán, árral, dikicsel kezében. Veres Mihály foltozó varga volt, küszködő, őzbe csavarodott kisiparos, ki egészségtelen sötétes műhelyében, melybe három tégla lépcső lehetett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áparodott csirisszak szállt ki innen, mely vajkaig lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udaron hancurozott, disznólak, üres kocsi között. Szemben emelkedett a vajkai ház. Ez a takaros, fehére meszelt porta most a csöndben aludt. Az öt utcára néző ablak volt csukva, függönyeik leengedve, krémcsipkék az ablakpárkányra lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül. Ákos előkeres a zsebéből a mindig nála lévő kulcskötegeket, kinyitotta a fekete rácsos kaput, bementek. A szobajtot bezárta maga mögött, és mint hogy belül két részszögön, télen-nyáron vastag falszönyek függött a léghúzam ellen, azt most is gondosan odalakasztotta. Kongó lakás fogadta őket. Csak ekkor kezdtek beszélni. Hogy bírjuk ki? szólt az asszony, könnyezve a szűk folyóson. Majd kibírjuk mondta apa. Péntek, szombat, vasárnap számolta a nő az ujjain, mint a rózsafüzért morzsolva imádkozna. Aztán hétfő, kedd, szerda, csütörtök, és megállt sóhajtva. Péntek, egy hét, egész hét, apa. Mit csinálunk nélküle? Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott. De, mintha az asszony mindig könnyezett, megjegyezte. Na, ne sírj, ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya, mondta minden meggyőződés nélkül, és bement az ebédlőbe. Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányiraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival, melyeket pacsírta máskor, a kis morzsa kefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tiszta szobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetette az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjjel kikészítette a két pohár vizet, az üvegbúrás aranyúra mellé, az almáriumra oda tette a mécsest, a gyufát is, hogy majd meggyújthassák. Anya a leány szobában rakosgatott. Ákos tanás talanul benyitott ide is. A leány szobája valaha a tiszta, fehér kápolnához hasonlított. Festései azonban idővel megkoptak, sejem párnái bepiszkolódtak, megszürkültek. Üres, szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek, melyekből szentképek, csipkés szélei látszottak, német fölírással, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, bári legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illat zacskók, hamis fürtök, melyek spárgán fügtek pacsírt a tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, éjszaknak fordítva. Csönd lebegett mindenen. Milyen üres itt minden! Sóhajtott az anya, és mutatta kezével. Ákos nem tudott mit mondani, és mintha a hosszú házasság alatt elvesztette a kezdeményező erejét, ismételte. Milyen üres! Átmentek megint az ebédlőbe. Itt az üveg szekrényben csillogtak a velencei emlékek, a balatoni emlékek, a kázbádi poharak, melyeket egy életen át fölhalmoztak és öntudatlan kegyelettel őriztek. Villogtak az apró cseprő tárgyak is, még már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák, a bazári ibrikek, a csöpp porcelán kutyusok, az ezüstözött kancsócskák és aranyozott angyalkák, a vidéki élete rémes bálványai, még a támlás divány felső állványára, oszlopos rekeszektől elválasztva, minden nap külön-külön darabonként letörölgetve kerültek, és összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is mély fájó meredtek rájuk. Dobozi, a magyar hős, ki a törökök elől menekülve hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium, és Battyányi kopasz fejével ki térdre ereszkedett, és karja egy kitárva várta az osztrák zsandára gyilkos golyóját. – Menjünk ki talán a kertbe! – indítványozta az asszony. – Menjünk ki! – kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a smarag gyöpön. A kútnál edény állt, benne poharak, és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napi mádó arcát. Vadgesztenye fák, akácok, ecet fák meredeztek. Hátul a falnál az alkörmes mutogatta sötét éret bogyóit. Leültek a padra, melyen pacsírta a horgolni szokott egymás mellé. Szegényke, szólt anya, legalább kipiheni magát, aztán... És nem szólt többet. Micsoda? Hát, ha akad valaki... Ki valaki? Valaki, mondta az anya Valami szerencséje, tette hozzá bátran az asszonyok megható szemérmetlenségével. Az apa ingerülten elfordult. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, de azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arszpirító fősülést okozott neki, durvának tartotta a felesége megjegyzését. Vállat Majd alig hallhatóan mondta. Olyan. Zseborát nézegette. Mit is mondott? kérdezte. Kicsoda? Ő. Szólt az öreg úr, és felesége megértette, hogy Szifra Gézáról van szó. Öt húszkor. Fél hat. Felelt az apa. Most érkezett meg. Ez a gondolat kisé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végig haladtak az orgona bokrok közt, melyek alatt kőtörpe állt ört. Pacsirtával együtt ebben az időben indultak sétálni, néptelen mellékutcákon a kálváriáig és vissza. Most nem mentek el. Többször körül járták a kertet egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem ragadták el, és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta a godalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniük, rosszul kezdődik, nagyon rosszul. Végtelennek, kilátástalannak rém lett. Pacsirta megígérte, hogy mihelyt megérkezik, haza sürgönyöz. A sürgőt megírták otthon, csak föl kellett adnia. Mindössze ennyi volt, szerencsésen megérkeztem. Lassan bealkonyodott. Talabig várták a sürgőny hordott künn a de mert itt nem találták helyüket, bementek abban a hétben, hogy akkor mindjárt megérkezik. Múltak az órák, mégsem jött. Ákos bezárt az ajtókat, mint minden este megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhája mögött nem áll le valaki, majd kilenc tájban, mikor rendesen leszokott feküdni, a hálószobába tért feleségével, és itt az ágyra heveredett ruhástól. Elcsigáz a fáradtságtól azonban, elnyomta az álom. Álmában ismét a Széchenyi utcán ment feleségével, meg pacsirtával az állomás felé. De most letértek a rendes útról, és egy kevésbé ismerős utcába csaptak. Aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel valami fata lepre jutottak. Itt egyszer észrevette, hogy lánya hiányzik. Feleségére pillantott, és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó sejtelmét. Az asszony tekintettel pedig nem csak azt jelezte, hogy eltűnt a leány, hanem azt is, hogy elrabolták azok, kik már sokszor azok a rejtélyes fickók, kik félig vaspáncélos középkori lovagokhoz, félig fekete áracos bohócokhoz hasonlítottak. Ákos futni kezdett előre, a vata le felé, majd megijedve magánytól visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlet, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, amely az ő kerítésükre emlékeztetett, pacsírta esdekelve emelte rá Ferde szemét, mint csöndes őrült, és kezét felé nyújtva kérte, a segítse rajta. Úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos épp nyújtani akarta feléje kezét, de eltűnt. Később hiába kereste, nem találta sehol kapukon zörgetett, kocsmákban érdeklődött, betért egy gyanús házba is, valami külvárosi bordéházba, ahol ronda dajnák kinevették és majd megverték, végre egy műhely félébe ért, melybe több lécsőm kellett lemenni a föld alá. Itt zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem veres úr, hanem holmi gonosz sunyi ember, ki hivatalos sapkát viselt, bádok számmal, láthatóan mindent tudott már, és rá sem nézett Ákosa, csak a cinkos a közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide, és a homályos benyílóban valóban meglelte leányát. Pacsírta a földön hevert, rettentesen megcsonkítva, kopaszra nyírva, kész szúrásokkal, mezitelen mellén. Holtan? Az asszon csöndesen tetvett a szobában, hogy fölne keltse alvó férjét. Hallotta szaggatott lélegzetét, a kiabálást előzi meg, nézte nyugtalanul forgó fejét a kis párnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, ebből szívdobogva állati ordítása riadt. Oda ment, föléje hajult, ujjaival megérintette ura homlokát. Ákos fölült az ágyban, egy korty vizet ívott. Szemét tágra mereztette. Még mindig látta az álom alakokat, kikkel már sokszor találkozott, de most is csodálkozott, hogy az ki mindene, s hogy csöndesen élt szegény, álmában éd drámai szörnyűségek középpontja. Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette. Felesége a sürgőnyről beszélt. Még nem jött meg? kérdezte Ákos. Még nem. Erre berregett a konyha csengője. Az asszony fölugrott, szaladt ajtót nyitni. Itt van! Kiáltott, és visszajött. Szerencsésen megérkeztem, olvasta. Ákos kezébe vette, és nézte boldogan, hitetlenül. Szerencsésen megérkeztem, olvasta ő is. Megnyugodva, mosolyogva, előbízgalmukon levetkőztek, eloltották a lámpát, mind a ketten elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.